Egész hangulatos ez a kis hely. Ki találta ki, hogy ide jöjjünk? Nem tudom. Én már csak azt az üzenetet kaptam, hogy ide jöjjek. Én voltam. Gondoltam, egy tök ízléses helyszín lesz ez az osztálytalálkozónkra. Nem rossz, de azért valljuk be, egy bunkernél nincs jobb. Amíg gyerekek voltunk, emlékszem, a bátyámmal folyton bunkert építettünk. Emlékszem, hogy nem csak bent, de kint a szabadban is képesek voltunk összeeszkábálni egy megfigyelő állomást. Ott vagyunk már. Olyan nehéz ez a táska. Nyugi, mindjárt. Az előbb is ezt mondtad. Igen, de látod, ez már az a fa. Jó magas. Igen, de mi csak ezt az ágat használjuk. Volt nálunk minden. Vittünk magunkkal pokrócot, játékot és természetesen zászlót is. Ez csak a mi helyünk volt, ahol azt érezhettük, hogy mi vagyunk a világ urai. Legalábbis mi azt hittük. Lehulló falevél jelentkez. Vége. Igen, anya. Vége. A fedő nevét szólítsd. Elkészült az uzsonna a bázison. Ismétlem, elkészült az uzsonna. Vége. Vetten bázis. Megyünk. Most meg mit csinálsz? Megyek uzsonnázni. De hát nem hagyhatjuk itt a megfigyelő állomást. A mit? A bunkert. Éhes vagyok. Különben is. A parancs az parancs. Jó, ez mondjuk igaz. De azért visszajövünk? Persze. Teliposzakkal könnyebb lesz figyelni. Rendben. Az összes bunkernek, amit gyerekkorunkban építettünk, megvolt a maga varázsa, és sokszor nehéz volt otthagyni azokat.